A Forrest Gump az egyik kedvenc filmem, amelyiknek a nyitó mondata úgy hangzik, hogy a mamám azt szokta mondani, az élet olyan, mint egy doboz bombon, az ember nem tudja, mit vesz belőle. Hát nagyjából így lehet ez. Én most azt kérdezem meg Anikót, hogy jól gondolom-e én azt, amit hát korábban is mondtam már, hogy attól, hogy valaki cukrász, attól még nem feltétlenül lesz bombonkészítő, vagy a bombonok mestere. Hát ez úgy kezdődik, hogy a cukrász alapszakmában tanulunk sokfélét, és mindent is. A bombonnal találkoznak a tanulóim, vagy hát én is találkoztam veled, de nagyon érintőlegesen, úgyhogy ez nem tartozik a mindennapi munkánkhoz. Ez egy külön kis része, de találkoznak vele a tanulóink, mi is, és nem készíti, nagyon sokan nem készítik. Volt szerencsém egyszer 10 évvel ezelőtt elmenni Budapestre egy csokoládé tanfolyamra, és ott megtanultam a csokoládénak az alaptechnikáját, hogy kell temperálni, hogy lesz ebből bombon, és most a 3 évvel ezelőtt egy újabb tanfolyamon találkoztam a bombonnak a festésével, hogy hogy kell kakaóvajas festékkel megfesteni. És én ott teljesen beleszerettem, én egyébként még a csokoládi illatát is imádom, és abba is szerelmes vagyok. Tehát, hogyha valaki egy ilyen minőségi csokoládét kibont, és megérzi az illatát, tehát hogy az olyan, hogy ebből utána pedig bombont készítek, mindegy ékszer, nekem ez teljesen úgy. Úgyhogy én ezt imádatból készítem, és hobbiból. Tehát, hogy ez nem a szakmámhoz és a munkámhoz tartozik, hanem én erre rátaláltam, és ez pihentet és szórakoztat. A cukrász szakmában a napi munka azért másról szól. És itt pedig le tudok lassulni, itt mehet művészkedni, nem mintha tortáknál nem lehet, de a bombon az egy teljesen más. És szépen ecsettel kezdtem festeni a bombon formákat, különböző színeket használtam, és mindig kiadott egy újabb csillogó dísz tulajdonképpen, és utána pedig elkezdtem azzal is variálni, hogy melyikben milyen íz legyen, nyilván a színe egy kicsit harmonizáljon a töltelékkel, és így kitaláltam új ízeket, tehát lehetett alkotni. Mennyire lehet ezt gépiesíteni, hogy ilyen idétlen szót használják? Hát akik már csak bombonnal foglalkoznak, lehet gépi temperáló gépeket kapni, és ugye azzal nagy üzemben újra ráállni erre. Nyilván nekem nem ez a célom, hogy nagy üzem, mert pont ezért a hobbim, hogy amikor így le tudok lassulni, kicsit ki tudok kapcsolni ezzel, hogy bombont készítek, és akkor kézzel én letemperálom a csokoládét, de amikor nagy üzemi, úgymond akik csak ezzel foglalkoznak, ők már géppel temperálják, vagy kompresszorra fújják, tehát hogy én meg ecsettel festem kisebb. Úgyhogy lehet gépesíteni, lehet nagyban gondolkodni. Hát jó, végül is azt hiszem, hogy a legtöbbünknek talán a klasszikus bombon az a konyak megy, ami eszünkbe jut, nem vagy konyakos megy, vagy nem tudom ki hogyan ismerte. Azt még gyerekkoromban is ettem, az a kis alkoholtartalom az elment. Tehát és nyilván azt is gépesítve csinálták, gondolom. A konyak megy az teljesen más technikával készül. Ott egy beáztatott, rumban áztatott, vagy konyakban áztatott megyszemet be kell fondánba mártani, és a bemártott fondán bemártani csokoládéba. És amikor benne van tulajdonképpen a megyszem bele van mártva egy csokiba, utána fog elolvadni a fondán, és nem utólag kerül bele az alkohol, hanem elolvad benne a fondán, és az az alkohol benne. Igen. És nagyon és egy gyönyörű szép kis kanyart teszünk a tetejére, és a csokoládéval, és onnan lesz a tetején ez a kis... És érzem a számban azt az ízt. Hát ezt én egymagam, amikor üres volt a műhelyem, és... Ugye mire jó a Covid? Igen, ezt említettem, hogy a Covid alatt kiürült a cukrászműhely, volt szabadidőm, nem volt olyan fajta termelés, hogy megy a sütő, mert ugye a bombon készítéshez nem jó, hogyha meleg, gőzös, megy a sütő, lisztpor van, tehát teljesen ilyen 20 fok körüli hőmérséklet, és nincs pára, és hát volt szabadidőm, bementem a műhelyembe, és ugye előtte voltam egy olyan tanfolyamon, ahol tanultam ezt a bombon festést, és akkor így az ember mind amikor találná, hogy az Ildi is fest, hogy az ember kicsit lelassul, egy kicsit elkezd művészkedni, és van idő azon gondolkodni, vagy kikísérletezni, és én igazából ez alatt a nyugalmi időszak alatt. És én szoktam tanítani a tanulóimnak a csokoládé temperálás bombonkészítést, de igazából ők
tananyagként tanulják, uh-huh. Őnekik ez még nem a hobbiuk, hanem ez egy munka most még nekik. Én nekem pedig meg a hobbim. Amikor bombonokat készítek rendelésre, akkor azt én szoktam készíteni. Uh-huh. Vannak a tanulóim, akiket már ugye tudnak körülöttem segítkezni, és elkészíthetnek egy bombon tölteléket, vagy amikor őket tanítom bombont, csokoládét temperálni, akkor általában azt meg is szoktuk enni, tehát nem az megy eladásra, viszont ugye akkor azt mindenki meg tudja kóstolni, meg tudjuk enni a végén. Aha. Amikor eladásra készül festett bombon, már akkor is volt, hogy segítkeztek és csinálták, de leginkább én készítem, hogyha rendelésre megy, mert ez a tulajdonképpen az én világom, igen. És már megint ugye az édesszájú jön elő belőlem, tehát tényleg ugye a cukrász az minden sütést megkóstol, hogy jó lett-e, hogy a minőség ellenőrzés céljából csupán. Hát nem mondom, hogy megkóstolok mindent, de igazából a krémekbe, mielőtt egy tortába uh-huh. kerül, mindenképp kell próbára kóstolni. Igen, de legtöbbször az már látszik a tésztán, a krémen, de mindenképp kóstoljuk, mielőtt kiadjuk a kezünkből, igen, vagy töltünk. Bombon és trüffelgolyó, mi a különbség? A bombont azt egy bombon formában, csokoládéval szoktam készíteni. Ebből majd hamarosan meg is látjuk, hogy hogyan készül. Igen, hoztam is pár bombon formát, hogy meg lehet nézni, hogy miből van. Bombon kapszli, vagy csomagolva vannak ezek a trüffelgolyók. A bombon az, amit meg csokoládét beleteszek egy polikarbonát formába, az pedig külön más technika. Tehát a bombonnak mindig van egy csoki héja? Egy bombon hüvely, amiben belekerül a töltelék, utána letalpazzuk, és utána aha. kerül kiborításra a formából. Hát ezeket pedig kézzel be lehet gyúrni. Nekem mindig az volt az érzésem, hogy a cukrásznak ilyen kettős fantáziával kell rendelkeznie. Tehát gyakorlatilag az egyik az a tartalom, az ízek, a másik pedig a megjelenés. Mert valahogy az nem választható el. Tehát egy süteménynek jónak is, szépnek is kell lennie. Oké, megeszem én azt is, hogyha nem szép, mert ha jó ízű, akkor... De azért mégiscsak, mikor egy cukrász dolgozik. Igen, mi már látványra is dolgozunk, tehát nekünk azt először a vendég ránéz, azt el kell tudni úgy adni, hogy ha megnézte, akkor azt szeretné megvenni, vagy tetszik neki, és utána meg megkóstolja, akkor meg ízleni kell, hogy... Tehát hát finomnak igen. is kell lenni. De első a látvány, amitől utána meg fogja vásárolni. Igen, és itt ez tovább is van fejlesztve a csomagolásban is. Például, de még majd lesz egy pár kép. Na most, amikor te kitalálsz egy új bombont, mert gondolom a legnagyobb élmény ebben a bombon készítésben is az, hogy valami újat csinálunk. Akkor az hogyan történik? Hogy tudsz egy példát mondani erre, hogy például? Hát a bombon kitalálás az olyan ám, hogy van egy új bombonforma, amit kidobnak piacra, és aha. akkor az, na ebbe a formába például most hosszúkás, vagy ovális, akkor húsvétkor lehet tojást készíteni, vagy a szívecskéket ezt nőnap, Valentin nap, anyák napjára. Tehát megvan az alkalom, akkor megvan a forma. És akkor utána ahhoz hozzápasszintok újabb ízeket. Én nagyon szeretem a málás, a passziógyümölcsös, a mangós, a fehér csokoládés, magyarós karamellás. Ez egy csokoládé temperálás. Megolvasztom a csokoládét 45 fokra. Ez egy rubi csoki, epres ízű, és az illata is nagyon finom epres. Ha szétterítem a csokoládét a márványasztalon, ezután pedig mozgatom. Ez a temperálás, amikor kialakítom a kristály szerkezetét a csokoládénak. Visszahűtöm 28 fokra, visszaszedem az edénybe, és 29 fokon fogom használni. Van háromféle csoki, amit használok, így csokoládé, fehér és az a rubi csoki. A tejcsokoládét inkább töltelékbe szoktam azzal, nem készítek külső burkot, és ezzel a mozgatással érem el azt, hogy kialakuljon a kristály szerkezete. Ha ezt nem csináljuk, akkor nem köt meg a bombon formába a csokoládé, vagy pedig annyira beleköt, hogy nem tudom kipattintani. Ahogy megfordítom, beleragad, és utána már csak úgy kell kiolvasztani belőle. Ez egy olyan forma. Lehetett hallani a hangján, hogy ez nem, ez a, nem az a puha műanyag forma, hanem egy kemény forma, polikarbonát, igen, de... Na és itt is látszik, hogy megöntötte a csokoládét, aztán kiönti belőle.
Igen, kialakul ez a külső burok. Ez egyébként egy 2-3 perces mozzanat, amíg teletöltöm a formát csokoládéval, meg kell rázogatni az asztalon, hogy a levegő buborékok feljöjjenek a felszínre, és utána pedig megfordítom, és ki, és mindegy szökőkút folyik a csokoládé a bombon formával, és utána egy mozdulattal lehozom a csokoládét róla, olyan, mint amikor lesorjázzuk a csokit. Figyelj, azzal nincsen gondom, hogy megfordítom, és kifolyik belőle, hanem hogy benne marad. Benne marad. Tehát a dolog az ott kezdődik, hogy az benne marad, igen? Ez ennyi, és ez egy 2 perces művelet. Ez még maga a bombonnak a külső burka. Előtte lefestettem magát a bombonformát kakaóolajas festékkel, és utána látják, hogy egyszerűen, hogy ki tudom emelni a formából az üres bombon hüvelyt, ami ezután töltelékkel lesz megtöltve. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek!